Sziasztok! Hát igen, most megint nagyon rég volt videó, ennek több oka van, és erre ki is fogok térni majd ebben a kis vlogban. Elsődlegesen azért szeretném ezt a videót most megcsinálni, hogy tisztázzak egy-két dolgot. Nagyon sok kérdést kapok privátban is, illetve hát itt a vízipipás, főleg a vízipipás videók alatt, hogy lesznek a vízipipás videók, mikor lesznek vízipipás videók, mikor tesztelek bizonyos köveket, pasztákat, lesz-e dohányteszt, pipa bemutató, ilyesmi. Én egyszer már azt hiszem az egyik videóban céloztam arra, hogy hát az elkövetkezendő időszakban nem valószínű, hogy lesznek ilyen videók, de mivel most elég sok lett a kérdés, és hiába válaszolom meg, akár privát üzenetbe, akár a videó alatt kommentbe, hogy ilyen videók nem várhatók, ettől függetlenül érkeznek ezek a kérdések. Ami megmondom őszintén, ettől függetlenül nagyon jól esik, hogy érdekeltiteket, hogy mi várható a csatornán, illetve hát, hogy még mindig követitek magának a csatornának az életét. De szeretném tisztázni, hogy ezen a csatornán nem lesznek sem most, sem pedig a közeljövőben vízipipával kapcsolatos, illetve vízipipás teszt videók, és ennek legfőképpen az az oka, hogy van egy fél éves kislányom. Innentől kezdve pedig nekem, vagyis hát számomra teljesen egyértelművé vált az, hogy bent a lakásban semmi ilyen jellegű dolgot nem szeretnék látni, tehát se nem dohányzás, se vízipipa, se elektromos cigi, se IQOS, semmi ilyet nem szeretnék a lakásban meglátni, nekem elsődlegesen is a legfontosabb a lányomnak az egészsége. Én úgy gondolom, hogy soha nem is mondtam videóban olyat, hogy a vízipipa egészséges. Persze még mindig ez a legjobb az összes verzió közül, és hogyha a lányom egyszer eljut arra, hogy tinédzser lesz, és már természetesen megfelelően érett rá, tehát nem 10 éves koráról beszélünk, de mondjuk 14-16 évesen odajön, és azt mondja, hogy ő szeretné ezt kipróbálni, nem fogom azt mondani neki, hogy ne csinálja, szeretném elmondani neki ennek a veszélyeit, szeretném elmondani a hátulütőit, hogy milyen egészségkárosító hatása van, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy nekem lett egy gyermekem, megváltozott a prioritás az életemben, nekem ő az elsődleges, és ez már nem is fog változni. Nem mondom azt, hogy én nem fogok vízipipázni, mert ettől függetlenül nekem nagyon hiányzik, tehát a terhesség alatt is azért úgy párszor megfordult a fejembe, hogy de jó lenne egy Olaf 66-ot úgy elszívni így egy szép nyári estén, de természetesen ugye a terhesség alatt ez nem játszott, most ugye még tél van, még nincs olyan idő, hogy ki tudja ülni esetleg az udvarra egy vízipipával, meg hát most már, hogy fél éves, most arra eljutottunk addig, hogy egy olyan fél órát tök jól el van, anélkül, hogy mondjuk a nyakamba lenne, amit abszolút nem bánok, megmondom őszintén, hogy ő ilyen kis matrica gyermek, de nem gondolnám azt, hogy 2-3 órára én itt tudom hagyni, és amit szeretném itt hagyni őt, hogy én kényelmesen elvízipipázgassak, már pedig a pipának van egy, hogy mondjam, egy feelingje, az azért egy hagyomány, még az én számomra is megmaradt szép emlék, hogy azt elkészíted, ahogy megtömöd a kerámiát, hogy annak úgy nekiülni, és akkor az minőségi pipa legyen, ne égjen meg a dohány, ne legyen meleg a víz, ne tűző napon szívjam. Tehát hogy azért ezek így megvannak a fejembe. Most nyáron természetesen, hogyha úgy van, akkor én is fogok csinálni egy pipát, kiülni ide a kertbe, szomszédokkal akár, és akkor elszívunk egy vízipipát, most már azért jó idő lesz, a picit is ki tudom vinni az udvarra, van neki nagyon jó kis ilyen utazóágya, azt kiviszem, ő nem találkozik a füsttel, én is el vagyok itt a társaságban, itt az udvarban elég sok gyerek van, tehát hogy azért egész jól összejött a társaság, de arra sem kapacitásom nincsen, sem felszerelésem, sem pedig hogy mondjam, lehetőségem, hogy én pipateszteket csináljak. Ez az elsődleges, ami miatt itt a csatornán nem fogtok ilyen tartalmat látni. A másodlagos pedig az, hogy nem szeretnék egy konkurens csatornát létrehozni. Teljesen értelmetlennek tartom azt, hogy ugye a podi munkássága mellett én nekiálljak tesztvideókat csinálni, dohányteszteket tudnék esetleg, vagy egy-egy pipa tesztet bemutatni, amit én mondjuk megveszek pipát, de értelmetlennek tartom, mert valószínűleg az idők folyamán ők is el fognak jutni a párjával addig, hogy azt a dohányt vagy azt a pipát bemutassák, főleg ugye, hogyha nála, ha kértek
kifejezetten erről és erről a termékről teszt videót, akkor ugye ezt meg szokta csinálni. Tehát azt teljesen értelmetlennek tartom, hogy most én ebből bármilyen szinten idézőjelbe téve hasznot húzzak, nincs értelme annak, hogy egy konkurens csatornát csináljak, és mondjuk elmondjam ugyanazt, amit 2-3 héttel ezelőtt, vagy 2-3 hónappal ezelőtt ők már elmondtak egy-egy dohányról. Tehát, hogy azért én is reálisan látom ezt a dolgot, én köveket, pasztát tesztelni nem szeretnék, megmondom őszintén azért, mert nem szeretem. Tehát annak nem, megint csak nem látom értelmét. Addig, amíg ugye foglalkoztam ezzel, amíg a tesztvideókat készítettem, addig teljesen más volt ennek a dolognak a megítélése. Úgy voltam vele, hogy úgy is csinálok minden nap egy vízipipát, akkor miért ne tehetném azt meg, hogy letesztelek mondjuk olyan kövekelt, siazót, pasztát, ami ugye érdekel benneteket, amit szívesen kipróbálnátok. Én meg idézőjelbe téve úgymond meg is tehetem. De ezen kívül én külön csak azért nem veszek siazókövet, hogy megcsinálják belőle egy videót. Plusz az előbb elmondott dolgok miatt én annak a füstjét, gőzét, felhőjét sem szeretném egy légtérbe a lányommal tudni. Tehát, hogy párom is dohányzik, de teljesen egyértelművé vált abban a pillanatban, hogy megtudtuk, hogy érkezik a Manó, hogy a lakásban nincs dohányzás. Tehát és a mai napig is, hogyha együtt elmegyünk a babával valahova, akkor teljesen egyértelmű, hogy nem gyújt rá. Vagy ha mégis, akkor olyan távolságba teszi, hogy tehát nálunk nincsen ez, hogy toljuk a babakocsit és valamelyiknek lóg a cigél szájában, mert az rettenetesen csúnya dolognak tartom. Tehát, hogy őt azért úgy igyekszünk megkímélni ezektől a dolgoktól. Majd ő eldönti felnőttként, amikor már úgyse lesz beleszólásom, hogy ő mit szeretne ezekkel a dolgokkal, hogy most ő rá akar gyújtani, vagy nem akar rá gyújtani, illetve hogy most a vízipipát ki szeretné próbálni, nem szeretné kipróbálni. Ha engem megkérdez és az én véleményemet kérdezi, már pedig szeretném úgy nevelni, hogy adjon a véleményemre, akkor el fogom neki mondani, hogy ha már választhat, akkor inkább akkor vízipipa, és megtanítom neki, hogy tud úgy minőségileg tömni egy pipát, hogy élvezhető is legyen, és tényleg ne csak arról szóljon, hogy ömlik ki belőle a szanaszét égett felhő, semmi értelme, mert kaparja a tüdejét, mert nem jó, mert el fogom neki mondani, hogy ilyen 1-2000 forintos pipára értelmetlen beruházni, mert ha már csinálja, akkor tényleg legyen egy minőség. Azt is el fogom neki mondani, hogy ez egy, hogy mondjam, nem tradíció, ennek legyen egy feelingje, ez legyen egy szertartás. Tehát ne azért pipázzon, mert ideges, vagy mert nem tudom, unatkozik, hanem akkor ennek tényleg legyen egy ilyen feelingje, és akkor ezt tanulja meg úgy idézőjelbe tevő szent dologként kezelni, hogy akkor tényleg tanuljon meg akkor egy minőségi pipát csinálni, jó töméssel, jó ízzel, és ugye minél kevesebb hibát vét, annál kevesebb káros anyaggal találkozik, ugye? Mert ugye teljesen más az a dohány, amit megfelelően hevítesz, megfelelő hőfokra, mint amit szanasz szétégetsz, és annak a kormos szétégett melasz lecsapódását szívod le. Hát azért a kettőnek ugye van, a kettő között azért ugye van különbség. Tehát azért szerettem volna ezt a videót most így megcsinálni, hogy ezt tisztázni tudjam. Alapvetően a vlog csatorna marad, mert nekem ez egyrészt egy kedves emlék, tehát én nagyon szeretem visszanézegetni a régi videóimat, nosztalgiázgatni egy kicsit, hogy igen, ilyen is volt, amikor ezzel én így komolyabban foglalkoztam, de ahogy mondtam, most már azért teljesen más a prioritás. Tehát, hogyha belefér, és lesz úgy témám, terveztem egy darabig, volt szó róla a legjobb barátnőmnek, most 9 hónapos a fia, volt szó róla, hogy szeretnénk egy podcastet csinálni, ahol mi kifejezetten anyáktól anyáknak, tehát az olyan tapasztalatainkat megosztani, amit nem mondanak el a könyvek, amiről nem szólnak az amerikai filmek, tehát ezeket a szép kis sötét, eldugott, szőnyeg alá söpört témákat szerettük volna pedzegetni, de azért azt tegyük hozzá, hogy más az elképzelés, és más a valóság, hogy mire van idő, és mire van energia. Nekem most jelenleg ez a legutolsó a sorban. Tehát ugye a pici mellett háztartást vezetek, próbálok ugye
a Covid-tól függetlenül ugye a jövőre is alapozni. Alapvetően az ő jól léte számomra az elsődleges, tehát én nem úgy nevelem, hogy berakom a kis ágyba, és akkor jóan sírjál majd, amikor etetési idő lesz, akkor kiveszlek. Tehát nagyon-nagyon sokat foglalkozok vele, fejlesztő játékokat, gyakoroljuk a korának megfelelő mozdulatokat, éppen most a kúszásnál tartunk, illetve a kúszásmászás, mert ő már mászna is, csak még nincsen meg a technika. Tehát azt gondolom, hogy az energiáim nagy részét én ráfordítom, és rá is szeretném fordítani, tehát ez teljesen egyértelmű számomra, hogy ő az elsődleges. De ha van olyan téma, vagy éppen van időm, mint ahogy most is például nagyon-nagyon szuperul el van, közben nézi, hogy anya kinek meg mit beszél itt össze-vissza, akkor lehet, hogy lesz mondjuk egy-egy vlog téma. De alapvetően így rendszerességgel nem fogok tudni, és nem is szeretnék egyelőre így a YouTube-val foglalkozni. De mondom, maga a csatorna megmarad, illetve hát, hogyha van valami ilyen különleges extra, akkor azt így is megcsinálom, videóba feltöltöm. Lehet, hogy talán nekem se árt néha egy kicsit így kibeszélni a dolgokat így emberi nyelven, mert szépen lassan eljutok addig a szintre, mint a legtöbb anyuka, amikor már csak baba nyelven tudok beszélni, és a banán helyett azt mondom, hogy nancsi, és már kint az utcán is azt mondom, hogy nancsi, és úgy olyankor úgy elgondolkodok rajta, hogy kicsit többet kéne felnőtt emberek között lennem, de hát most így a Covid alatt rettenetesen nehéz, tehát hogy még ha lenne is lehetőségem, mert ő nagyon szeret autózni, meg nagyon mobilis, tényleg lehet hozni, vinni, ahova kitaláljuk, nem tudunk hova, tehát hogy most meg még tél van, még azt sem tudom csinálni, hogy bevágom a babakocsiba, és akkor órákat sétálunk valahol a valahol, mert azért annyira nem szeretem így mínuszokban hosszú távon kivinni, persze megyünk friss levegőre, meg hát őnek is szüksége van a friss levegőre, de most azért sokat fog jelenteni, hogy jön a tavasz, jön a nyár, tehát én is többet fogok tudni kimozdulni, de hát így a tél azért az én idegrendszeremre is ráment, úgymond, hogy be vagyok ide zárva. Ebben az időszakban nagyon jó lett volna, hogyha tudok így vlogolni, főleg, hogy rengeteg dolog van, rengeteg téma van, és ötlet van a fejemben, amikkel így a hétköznapok során találkozok. Viszont az elmúlt időszakban nem volt ugye lehetőségem rá, tehát hogy én nem szeretném őt YouTube babának megcsinálni, nem szeretném, hogyha ő így, az arcát nem szeretném föltenni, de nem lett volna lehetőségem, tehát hogy az ölembe van, egyfolytában rajtam csimpaszkodik, meg vizsgálgat, a körülötte lévő dolgokat, de szüksége van a jelenlétemre, és én ennek nagyon örülök egyébként, hogy ő így van. Alapvetően tényleg egy nagyon kis önálló gyerkőc, de most arra jutottunk el addig, hogy elő tudom venni így a telefont, meg hát nem csak erről van szó, mert ugye ahhoz, hogy főleg nőként egy videót megcsináljunk, azért egy minimális előkészületre szükség van, tehát én is azért legalább megfésülködök, meg valami arcot rajzolok ilyenkor, hogy ne nézek ki annyira szörnyűen, és mondjuk erre nem, tehát még erre plusz időt szakítani, főleg, hogy nagyon hektikus volt az evés is, tehát az is ugye most állt be, aludni azt abszolút nem alszik napközben, tehát hogy ő úgy döntött, hogy köszönjük szépen, hogy a nappali alvást azt úgy nem kéri, cserébe viszont este egész jól alszik, de nem lett volna lehetőségem így leülni videózgatni, meglátjuk, hogy most hogy alakul, hogy mennyi időt fogok tudni erre szállni, de ahogy most mondtam, azok az emberek, akik a vízipipa miatt néznek, vagy a vízipipás videókat várták eddig, illetve hát külön köszönöm azoknak, akik így érdeklődnek, mert mondom még egyszer, tényleg jól esik, hogy érdekeltiteket, hogy hova lettem, illetve hát, hogy mi történik a csatornával. Illetve hát ha ennyire érdeklődtök, hogy mikor lesz még videó, akkor valószínűleg amit csináltam, azt nem csináltam rosszul, és ez azért így jó lezárása úgymond ennek a pályafutásomnak. De csak magamat tudom ismételni, a pici miatt semmiképpen nem fogok itt tesztelgetni. Annak megint csak nincsen értelme, hogy csinálok 3 darab tesztvideót kint nyáron, amikor éppen úgy van időm, föltöltöm, mert ezt megmondtam, hogy konkurens csatornának ez meg nem alkalmas, amikor a Podiék csatornáján úgyis meglátjátok 2-3 vagy 4 hét múlva. Tehát nagyon újdonságot nem fogok tudni mondani, innentől kezdve pedig teljesen felesleges erre úgymond energiát fordítanom.
amikor azért ott egy szépen kiforrott, hogy mondjam, stáb van erre, illetve ott azért már megvan az a megszokott kis társaság, akinek készülnek ezek a videók, tehát hogy ezt így teljesen értelmetlennek tartom. Köszönöm szépen, hogyha be nem tartottatok. Sajnálom, ha elkeserítettem valakit, lehet, hogy majd évek múlva visszatérek erre, de nem tartom valószínűleg, tehát azért ez nem egy annyira tág szegmens, ez a vízipipás társaság, hogy majd én évek múlva itt új dolgokat tudjak mondani. Nem beszélve arról, hogy én most másfél éve ugye nem pipázok, én másfél év alatt olyan szinten kiestem a dolgokból, hogy halvány fogalmam nincsen, hogy most milyen dohányok mennek, honnan lehet beszerezni őket, mi most az ízvilág, amit követnek nekem, ez a mentol törvény is csak ilyen papíron van meg, hogy elképzelni nem tudom, hogy milyen lett egy láb 66 mentol nélkül, vagy hogy egyáltalán ez most így néz ki, vagy mi történt egy alfakert citrom mentával, tehát hogy azért mondom, hogy nekem ez a másfél év, ez azért pipás berkeken belül ez egy élet. Maradjunk annyiba. Ezen kívül van egy darab egyiptomi kézzel készített pipám, ami hát elég abétos, meg idős már, tehát az sem nagyon alkalmas tesztelgetésre, most azért meg nem biztos, hogy akarok venni egy 100 000 forintos pipát, amit egyébként napi szinten kéne használni, hogy két havonta egyszer csinálják belőle egy tesztvideót. Úgyhogy tényleg sajnálom, hogyha így ezzel valakit elkeserítettem, ettől függetlenül, aki akarja YouTube-on megtalálja magának, amit szeretne tudni a vízipipázással kapcsolatban. A régi videóim elérhetők maradnak, tehát ugye azokkal kapcsolatban, ha akartok, akkor ott tudtok tájékozódni a dolgokról, illetve itt a csatornán ilyen, ahogy mondjam, elég hektikus módon lesznek így beszélgetős videók. Lehet, hogy később, amit említettem barátnőmmel, megcsináljuk ezt a műsort, de szerintem az azért még várat magára egy pár évet, úgyhogy szerintem maradjunk ennyiben, hogy néha-néha kerül fel a videó, akkor azt nagyon örülök, hogyha megnézitek, de alapvetően nem én leszek az a youtuber, akivel reggelente kelni tudtok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, további szép napot kívánok nektek, bő füstöt, sziasztok!